egyértelműen nem volt könnyű dolgunk. Nagyon korán egy mérkőzést befolyásoló tényező a kiállítás megtörtént. Egy ilyen jó csapat otthonában irgalmatlan nehéz dolgunk lett volna ezek után a pontszerzése. Próbálkoztunk ezután, hiszen még sok idő volt, hiszen 80 perc volt még a mérkőzésből, hogy 4 védőt hagyunk hátul, de ott a mélységindulásokat, a lyukbafutásokat nehezen tudtuk kontrollálni, és muszáj volt visszaváltanunk a 3 belső védőre, viszont itt a valamit hagynunk kellett a Fehérvárnak, és ez a távoli átlövések voltak, amiben ma kifejezetten jók voltak, nagy gólokat szereztek. Ezáltal a kapus teljesítményünk még jó volt, viszont attól függetlenül, hogy 10 emberre játszottunk, nem voltunk jók, nem voltunk elég jók, tehát a kontra lehetőséget azért többet kellett volna, hogy kontrázni tudjunk, ki tudjunk szabadulni a térfelünkről, de a korábbi meccsek magabiztossága az nyilván a korán jött kiállítással elszálltak, és alárendelt szerepet játszottunk a mai mérkőzésen. Azt kértem tőlük, hogy pontosan azért, mert egy olyan szezon után, vagy olyan szezon végén vagyunk, ahol a bajnokság előtti céljainkat tulajdonképpen elértük, ezt a fajta képet, ezt a fajta energiát, amit beleraktunk 30 fordulón keresztül ebbe a bajnokságba. Azért küzdjünk, azért tartsunk ki, legyünk egységesek, küzdjünk egymásért. Úgy gondolom, hogy a fejek tisztábbak lettek a második féldőbe, és valamelyest stabilabban tudtunk játszani. Nyilván egy olyan személy elvesztés, aki pont azt a célt szolgálja, hogy stabilak legyünk, így az egyensúlyok borultak, de ezt kértem tőlük fél időben. Ugye Rácz Gergő a tavaszi NB2-es szezonban a kezdőkapusunk volt, tehát első számú kapus, de én Patrik idérkezésével elmondhatom, hogy 2 első számú kapusunk van. A Demjén Patrikkal elégedettek voltunk a szezon nagy részében, most úgy éreztük, hogy frissítésre van szükség, illetve a Rácz Gergő munkája, edzés munkája és a kupában nyújtott teljesítménye indokolta azt, hogy most váltottunk ezen a poszton, ő is megkapta a lehetőséget. Az ő teljesítményével elégedett vagyok, attól függetlenül, hogy 4 gólt kaptunk, 11-est védett, és tényleg az ő teljesítményére nem lehet panasz. Lábbal magabiztos volt, amennyire csak lehetett, és több nagy védést is bemutatott. Nagyon, nagyon szeretnénk a jelenlegi pozíciónkat megtartani, nyilván mögöttünk is látjuk azt a tumultust, ami van, tehát Diósgyőr, Kecskemét, Zalaegerszeg, mind olyan csapatok, akik jó véghajrával akár meg is előzhetnek. Szeretnénk az utolsó 2 mérkőzésen megtartani a jelenlegi pozíciónkat, illetve hogyha lehetőség van rá, akkor előzni, de ez is irgalmatlan nehéz. Örülünk, hogy ebbe a helyosztóba részt tudunk venni, hogy ki lesz a negyedik, ki lesz a kilencedik helyen, vagy nyolcadik, kilencedik helyen. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a vereség után rendbe tudjuk tenni jövő héten a csapatot, és a Puskás Akadémia ellen már úgy menjünk ki a pályára, hogy túljutottunk ezen a fiaskon.